Üdvözlök mindenkit, én Szóik, azt még láthatjátok, a Nesztalgia vonat sorozatunknak következő része, állomása, ami a Lunar Pool nevezetű játékhoz vezetett el. Hát láthatjátok az évszámokat, 1985, 87, 91, illetve 87 és 91 ismételten. Hát fogalmazzunk úgy, hogy én ezt a játékot úgy, hogy van, nagyon-nagyon sokáig elfelejtettem. Nem is tudtam, hogy ez a játék ez létezik, és hasonlók. Aztán, hogy így nézegettem így a listámat, hogy na akkor mennyi Nintendo játékunk maradt még hátra, mennyi nosztalgiánk maradt még ugye így hátra, egy a 80-as, 90-es évekből, ugye a gyermekkoromból, akkor így mondom, nézzünk körbe, és nézem, Lunar Pool. Mondom, mi ez? Mondom, megnéztem róla pár képet, és mondom, ezzel játszottam. Én ezzel a játékkal játszottam. És azért játszottam, mert körülbelül amikor ilyen 7-8 éves lehettem, mi elkezdtünk járkálni egy, hát biliárdozni. Biliárd termekbe kezdtünk el mászkálni, és én nagyon-nagyon szerettem biliárdozni. Sőt, mondhatni, kicsit el is kezdtem benne jó lenni, aztán úgy félbeszakadt. Úgy ez így abba maradt, és nem játszottam tovább. És igen, volt egy játék, ami ezzel volt kapcsolatos, az pedig a Lunar Pool volt, de én ezt totálisan elfelejtettem, hogy ez a játék az létezik. Úgyhogy bele is vágunk ebbe az egész mindenségbe. Nem lesz ez így túl hosszú, de láthatjátok, hogy ennyi gyakorlatilag a nagy játék, mert fölülnézetben láthatjuk az asztalt, és mondom, mi a helyzet. Bal fölül vannak ugye a pontszámok, hogy jelenleg mennyi pontszámunk van, alul van egy ilyen high, ugye ez a high score, ugye ez a pont, az 5000 pontnál, hogy többet érünk el, akkor felkerülünk a listára. Utána lehet látni középen, hogy hányadik szinten vagyunk, hányadik, hát ez a rate, aztán igen, az, hogy hányadik lövésnél tartunk, az elsőnél tartunk szerintem, igen. A labda ugye az a fehér golyó, tehát hogy abban még mennyi van hátra, hányszor próbálkozhatunk. Ugye hány lövésünk van, ugye az a shoot, ugye az nagyon jobb oldalt, illetve az erő. Na most ezt tudni kell, hogy az az erő az folyamatosan mozog, tehát amelyik piros karika betelik, azt jelenti, hogy mennyire erősen fogjuk meglökni ezt a labdát. Tehát nyilván, hogyha a legnagyobb, tehát az összes karika bepirosodik, akkor legerősebb, legnagyobb erővel lökjük meg a fehér golyóbist, és akkor messzebbre is megy, jobban ellöki a golyókat, ám ez nem mindig jó ugye a biliárdban. És úgy lehet irányítani, hogy van itt középen egy ilyen kis kereszt, és hogyha nyilakat nyomom, tehát nyomom az előrét és a hátrát, akkor láthatjátok, ez a nyilacska, ez előre és hátrafele megy. Ha a jobb oldalt, illetve a bal oldalt csinálom, akkor pedig ugye körkörösen megy. Tehát értelemszerűen, hogy itt van a kis fehér golyónk, úgyhogy e körül mozog ez az egész mindenség. És ha jól emlékszem, akkor ez úgy működik, hogy be kell lőni az irányt, hogy merre fogjuk ellőni a golyót. És hogyha megvan, tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, akkor lényegében valamelyik akciógombot kell lenyomni, ami nem más, mint a D. Csak hát ugye nem néztem, hogy milyen erővel lökjük meg. Úgyhogy nézzük meg, a legnagyobb erősséggel lökjünk meg dolgokat, és nyilván a golyók meg vannak számozva. Ez azt jelenti, hogy sorba kell őket belökni valamelyik lyukba. Ami ugye nem éppen egy egyszerű mutatvány, főleg, hogyha az ember így csinálta meg az egészet. De az egyes akkor már meg is van. És jelen pillanatban igazából szerintem tök mindegy, hogy melyik lyukba melyiket lökjük bele. És láthatjátok, hogyha sikerül az egyik golyót belelökni az adott lyukba, akkor kapunk 10 pontot. Megnézzük, hogyha ilyen majdnem teljes erővel lököm, akkor mi történik. Jó. Nagy vész nem történt. És nagyjából így ennyi. Nyilván ki kell számolni a szögeket, és nyilván egy bizonyos erővel kell meglökni, hogy beleessen oda, ahova bele kell neki esnie. Na, és lehet egy picit ugye így csalinkázni, hogy megnézzük, hogy igen, hogyha mondjuk így találom el kellő erővel, hát akkor talán igen, bemehetett volna, de ez most így nem sikerült, úgyhogy más úton, módon kell bejutatnom a hármas golyóbist. Tehát hogyha ez a szög, hogyha így eltalálom, akkor úgy bele fog menni középre. Hát csak picit erősebben kellett volna. Egyetlen egy piros golyóbissal egyetlen egy erővel kellett volna jobban. De nagyon jó a játék, mert nagyon-nagyon sok mindenre megtanít. Tehát igazából, hogyha ismered a biliárdnak az alapvető szabályát, akkor profi lehetsz benne.
Most nézd meg. És igen, ez így hiba, mert a négyes golyó az elvileg így belegurult. Pedig nem az lett volna. A soron. Jó. Oké. Belerokjuk az ötöst. Ha minden jól alakul. Jó. És természetesen az is egy hiba, hogyha a fehér golyó belekerül a lukba. Mert olyankor újra kell kezdeni az adott lökést. És ennyi. És hogyha végeztünk, akkor kapunk pontszámot. Azt hiszem 500-ot kaptunk, vagy 400 pontot kaptunk. És jön a következő asztal. Láthatjátok, hogy na itt azért már más a helyzet. Tehát itt már előre be vannak állítva a golyók. És az asztalnak is a lyukai, azok hát csökkentek, már csak 4 van. Illetve van egy ilyen kis kiszögellés is, úgyhogy nem mindegy. Hogy éppen mit hol találunk el, és milyen erővel. Az egyest oda. De ez a pálya például nagyon-nagyon szépen megmutatja, hogy hogyan csinált, hogy jó legyen a következő lövésed. Mert itt nem csak az a lényeg, hogy eltaláljál valamit, ugye? Nyilvánvalóan a biliárdban az a lényeg, hogy nem csak az a lényeg, hogy eltaláld az adott golyó is, hanem utána, hogy a fehér golyó olyan pozícióba kerül, hogy a következő golyót is jó helyre tud tenni. Tehát, hogy úgy érted. Tehát, hogy segíts magadon. No. Ez most így sikerült. Kicsit így megbolygatni a dolgokat. Úgy. Mehet a négyes. És nagyjából ez a játék, úgyhogy srácok, lányok, hölgyek, örök, igazából kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy játszottatok ezzel a játékkal, illetve a valóságban biliárdoztatok-e, illetve milyen eredményeket értetek el. Én nagyon-nagyon szerettem régebben biliárdozni. Lehet, hogy majd valamikor egyszer keresek egy olyan helyet, ahol van ilyen biliárdasztal a valóságban, is elmegyek, megnézem, hogy mire emlékszem még így a múltból. És jön a harmadik pálya, de ez azért már bonyolultabb. Ez már egy olyan asztal, hogy ilyen szerintem nem nagyon létezik, de hát nyilván videójátékról beszélünk, hogyha miért is ne. És hát láthatjátok, olyan helyeken vannak a labdák, hogy muszáj valamit alkotni. Ezt a kettes valahogyan odébb kéne lökni. Nézzük be, mi van, hogyha azt tököm bele. Hát az hiba. Jó. Ez ugye kicsit hiba volt, de semmi probléma. Megpróbálunk kijönni innen lassan. Viszonylag lassan. Jó. Igazából a trükk az, hogyha az ember így ide teszik nagyjából a keresztet, akkor könnyedén be tudja határolni, hogy mi merre hány méter. Hát... nem sikerült-e találni, nagyon jó. Na jó. Akkor olyat csinálunk, mint a profik. Megpróbáljuk úgy belőni a falat, hogy amikor visszapattan, akkor bele tudjon gurulni a lukba. Hát nem sikerült. Most már jó. De ez meg nem volt jó. Túl erősen lögtem meg. Megpróbáljuk meg egyes fokozattal. Nagyon jó. És próbáljunk most kijönni. Jó, kijöttünk. Talán egy 3-as, 4-es fokozattal, aha. Talán elérünk valamit. Megint úgy 3-as, 4-es fokozattal talán elérünk valamit, nem volt jó. Hát akkor üssünk bele jó nagyot. Nagyon jó. Na most már csak a 6-ossal kéne valamit kezdeni. Talán ez a szög jó lesz. És mind a kettő beleesett. Akkor jó, marad ez, csak kicsit gyengédebben. Akkor kicsit még gyengédebben. Jó. Marad 2 lövésünk. Ez
az annyit takar, hogyha talán ezt a szöget meglőjük, kicsit erősebben. Game over. Jó, nem baj, nem baj. Én próbálkoztam. Nem sok sikerrel. De ez van. Úgyhogy srácok, lányok, hölgyek, urak, ennyi lenne. 1350 pontot szedtem én össze. Az 5000-hez hát még egy kicsit kevés. De végül is nem lehetetlen. Úgyhogy srácok, lányok, hölgyek, urak, ennyi lenne a Lunar Pool nevezetű játék. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Ennyi volt ez a Nostalgia vonatnak eme epizódja állomása. Kommentben várom az észrevételéteket, hogy mit gondoltok a programról, a játékról, kipróbáltátok-e, miért nem próbáltátok ki. Van-e hasonló program így Nintendón, vagy számítógépen, vagy hasonló? Hogyan találkoztatok ti a biliárd nevezetű játékkal, hogyha találkoztatok? Személyesen, nem személyesen. De hogyha van neki jó biliárdos játékok, videójátékok, akkor azokat úgy, azoknak a címeit írjátok már le, legyetek kedvesek kommentben. Szeretnék utánuk nézni. Jó? Na de egyszerűen a kis százalékon, meg százalékon is egy a végén. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szói voltam, legyetek jók, írtasok tüzet, vigyázzatok magatokra és egymásra, és majd találkozunk egy másik játéknak az alkalmával. Nem tudom, melyik állomásra fogunk elérkezni a Nostalgia vonat sorozaton belül, de majd meglátjuk. Na, sziasztok!